A miniszterelnökség 1 milliárd forintos fejlesztési forrást biztosít Egernek. Habis László az aláírás kapcsán kiemelte, a támogatási szerződés szerint az idén és a jövő évben megvalósuló beruházás sorozat a város egészét érinti, nagy lökést adva a közlekedés fejlesztésnek. A konkrét beruházási célokat a polgármester soron kívüli eljárás keretében jelölte meg, egyeztetve minden egri választókörzet önkormányzati képviselőjével. A Felsővárostól a Lajosvárosig számos út, kerékpárút, járda, lépcső, híd, parkoló, csapadékcsatorna újul meg. A pályázati felhívástól kezdődően a pályázat kidolgozásáig, annak a műszaki, számszaki mellékleteinek kidolgozásáig, a pályázat beadásáig, elbírálásáig, majd szerződéskötésig egyetlen hónap telt el, és az is egyfajta élményszámba megy számomra, hogy az volt a kritérium, hogy közterületi fejlesztés legyen. A beruházásban olyan közlekedési összekötetéseket is kiépítenek, amelyek mindenki által használható, biztonságos közlekedést tesznek lehetővé eddig hiányzó területeken.